Három kolozsvári szabadtéri helyszínen várja a filmek szerelmeseit a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál 19. kiadása. A TIFF az első fizikai formájában is megszervezett filmfesztivál a járvány kitörése óta. Rendhagyó módon kezdődött meg a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál Kolozsváron. Az érdeklődők a Mátyás szobor melletti téren egymástól megfelelő távolságra maszkban nézhették meg az összeállított programot. A 19 éves TIFF idei programjában 152 film szerepel, ebből 135 nagyjátékfilm, ezek 49 országból származnak és 8-nak Kolozsváron lesz világpremierje. A járványhelyzet ellenére mintegy 700 meghívott érkezik a fesztiválra, igaz, ezek nagy részt belföldiek. O ediție în care pentru mine ca director artistic. Számomra művészeti igazgatóként iszonyúan megcsonkított a fesztiválnak ez a kiadása. Az eddigi 200 filmből ugyanis mintegy 120 maradt, vagyis több mint 80 úgy eltűnt a programból, mint a Kánfor. Azonban válogató csapatunknak hála sikerült megőriznünk egyfajta egységet, egyfajta kohéziót a programban, és megtartanunk a fontos szekciókat. A fesztivál csapata számos nehézséggel szembesült a szervezés során, és abban bíznak, hogy jó idő lesz a fesztivál alatt, hisz beltéri vetítéseket nem tudnak szervezni. A szabadtéri vetítéseken a fesztivál program mellé ajándékészfertőtlenítőket helyeztek el a székekre, maszk és lázmérés nélkül sehová sem engedik be a nézőket. 19 év után olyan helyzet állt elő, hogy teljesen újra kellett gondolnunk a fesztivált. Kiköltöztünk a szabadba, mindenhol kevesebb emberrel. Nagyon nagy távolságot tartunk egymás között és maszkot viselünk, de hál' Istennek a filmek ott vannak, ahol lehet. Kell. A közönség örül annak, hogy itt vagyunk, és azt hiszem, ez a legfontosabb. Az idei fesztivál három különböző helyszínre, a Transzilvánia Sportparkba, a Bábesbolyai Tudományegyetem főépületének belső udvarára, illetve a Bátori udvarára várja a filmek szerelmeseit.